A VBS segítségével közel 2 millió volt, tudták megcsinálni, mint 600 millió forint. Mi még itt az egyes melékákat, utoljára a Bölcskén, azt 20 millió forintot tudtuk rendbetenni. Tehát ez a, mondhatjuk, hogy ez a üzemág, vagy típus úgy látszik, hogy fejlődésre van ítélve. Tehát itt van Dunatelepülés Szövetségünk, amit 1999-ben alapítottunk. Most már lassan 14-15 éve működik, és reméljük, hogy még sokáig működni fog. A alapszabályban rögzítettük már 99-ben, mik a céljaink. Az elsődleges cél az, hogy elsősorban a helyi lakosság számára vonzó, értékes, természeti környezetet állítsunk vissza. Az előadásban majd kiderül, hogy kell visszaállítani, azért, mert önmagától ez az érték Magyarország eltűnik, hanem csinálunk semmit, mármint Amerikában.